Illatban mindenképpen szerényebb. 18-4-et A borbírálatot követően a főzőversennyel folytatódott a 13. országos Schiller Fesztivál Pakson. Hagyomány, hogy az ételek is kiemelt szerepet kapnak a rendezvényen. A paksi Reform Főzőklub is nevezett, ételükkel pedig győzni tudtak a hétvégén. Borjú paprikás készítettünk, egy kapros zsemlegombot, burgonyás zsemlegombóccal, tehát nem a hagyományos zsemlegombóccal, ez egy könnyebb, lágyabb zsemlegombóccal. És ezzel sikerült elnyerni a zsűri tetszését. A programban 2022-ben szerepelt pogácsa sütőverseny is, ebben Adorján Mihály és Zsobrák Gyöngyi diadalmaskodott. Egy sajtos túrós pogácsával készültünk, ezt a receptet az öcsémtől kaptuk, ők nagyon megszerettették velünk ezt a fajta pogácsát. Az elkészítése nagyon egyszerű, össze kell keverni a hozzávalókat, egy kicsit állni hagyni, és utána pedig megsütni a sütőbe. A szombati nap az eredmények kihirdetéséről szólt, 26 bor oklevelet, 37 bronzot, 71 ezüstöt és 23 pedig aranyérmet nyert. A legjobb országos Schillerért járó elismerést Keresztes Vince bölcskei borász kapta, a legjobb paksi Schillert pedig Kovács Mihály főpohárnok készítette. Hagyományos módon készítem tradicionálisan, ugyanis a paksi Schillerben megtalálhatók voltak a fehér szőlők is, és hát én is ugyanígy készítem ezeket is, ahogy korábban is. Van benne Merló, két frankos, olasz Riesling, egy kis cserszegi, egy kis Otello is. Hagyomány a Schiller Fesztiválon, hogy a versenyben a 100 legjobb eredményt elért nedűt a közönség is megízlelheti. A fesztiválra látogatók szombaton a Sárgödör téren közönségkóstolón vehettek részt.